Ödön Bikára, a Heti Napló hűséges nézői, tudom, hogy emlékeznek, háromszor forgattam a Dömsödi Tanyán, volt ezekben a filmekben minden, megküzdöttünk Ödön életéért, volt izgalom, volt sikerélmény, volt öröm és volt bánat, de a végén minden jóra fordult, és azt gondoltam, hogy már semmi rossz nem vár a kis családra, Zitára, Ferire, az állatokra, és persze a két szürke marhára, Ödönre és párjára, Borikára. Most következik az Ödön sorozat, vagy az Ödön filmek legszomorúbb része, az, amire senki nem számított. Sokadszorra tart a kis tábautó, ahogy én hívom, az Ödön tanyára, Dömsödre. Én már tudom a borzalmas hírt, amit nem sokára közölnöm kell önökkel, valami feldolgozhatatlan és teljességgel érthetetlen esemény történt. Ez jár a fejemben, és pontosan tudom, hogy ahová most tartok, az már egy teljesen másik hely lesz. Sokszor jártam már itt, és elmesélem most önöknek, hogy nem csak forgatni jöttem én ide. Feri és Zita a barátaim lettek, túlléptünk az úgynevezett munkakapcsolaton. Tudtam az örömeikről, tudtam a bánataikról. Még a titkaikat is megosztották velem, azt is megsúgták, hogy a legnagyobb vágyuk egy kisbaba, egy kislány, akit nagy szeretetben szeretnének együtt felnevelni. Ezt a hírt vártam, mármint hogy összejött az áldott terhesség, de amikor Feri felhívott, már a köszönésnél hallottam, hogy valami hatalmas baj történt. Ennyit mondott sírva a telefonban, Zita nincsen többé. Nem is tudom elképzelni a tanyát Zita nélkül. Ő volt az én szememben a szókimondó őszinteség, aki megküzdött a maga igazáért, a maga életét élte, amiben nem engedett senkit belekontárkodni. Zita megszelidítette Ferit, a marcona és mogorva férfit, és én tudom, hogy igazi, őszinte szerelem volt közöttük. Egy kis egység, amibe beletartoztak a tanyán élő állatok, a foxi kutyák, a mangalicák, a szárnyasok, a bárányok, a kecskék és a kis Ödön család. Ödön a hatalmas szürkebika, párja Borika és a borjaik, a kis Ödönke, Bandika és a többiek, akik a dömsödi istálóban látták meg a napvilágot. Feri és Zita esténként minden áldott napon beszélgettek egymással. Úgy soha nem feküdtek le egymás mellé, hogy ne beszélték volna ki azt a napot, amin túl vannak. És ha voltak problémák, akkor megoldották. Ilyen volt az ő kis életük, semmi luxus, csak munka és szeretet, és a tervek és egyfajta makacság, amivel távol tartottak minden olyat maguktól, amiről azt gondolták, hogy az ő életükbe nem fér bele. És igen, ebbe a kis egységbe, az ő életükbe jelentkezett be egyszer, jó sok évvel ezelőtt a hivatal, amelyik Ödönbika kényszervágásával fenyegette meg Zitáékat, mondván, hogy Ödönnek nincsen regisztrációja, úgynevezett krotáliája vagy fülszáma, aminek hiányában Ödön törvényen kívüli. Ekkor kezdődött meg Zita és Feri harca a hivatalokkal. Ekkor álltak önök Zitáék mellé, és ekkor derült ki, hogy az önök segítségével megmenthető Ödön, akinek az életét jelentette a nyilvánosság. És mielőtt megérkezünk a szomorú tanyára, idézzük fel a boldog pillanatokat, amelyeknek önök is szemtanúi lehettek. Gondolom, jól emlékeznek Ödönre és Borikára, aki a Multi által forgalmazott kereskedelmi láncnál vásárolt sütnivaló tököt, amit én hoztam nekik ajándékba, kiköptek a földre, mert nem az a megszokott íz volt, amit szerettek. A beműtrágyázott tök nem olyan finom, mint a szabadföldi. Nézd, kiköpte. Hát, ami nem jó. Jó van, nagyfiú. Kapod. Hopp, megkapod. Vigyázz. Borika. És emlékezhetnek, hogy két évvel ezelőtt micsoda terüly-terüly asztalkával vártak bennünket, annak ellenére, hogy előtte rimánkodtam nekik, hogy semmivel ne készüljenek. De akkor megtanítottak minket arra, hogy a magyar ember üres gyomorral vendéget nem engedhet haza. A kis évelei újévi fogadalmas fogyókúránknak lett egyszerre vége, mert Zita kocsonyával, birkapörkölttel, rántott hússal és előételnek retro tanyasi hamburgerrel tömtette le a kis tábot. Van még egy kis kocsonya is? Ne.
És a legemlékezetesebb kis csoda jövevény a falánk Matyitök, a szobában nevelt bárányka, aki valami csoda folytán engem nézett ki pótapukájának, és aki olyan mohón szívta ki a cumis üvegből a tápot, hogy nem hittem a szememnek, és aki úgy tudta csóválni a farkát, mint egy kutya. Hát ez valami elképesztő. A Matyitök másfél órája itt áll. Ezért leszek kíváncsi a hangra. A hangról. Ja, veszik szívem. Jó. Nincs a farka, hogy mozog. És aki, ha jól lakott, menetrendszerűen hátul hatalmas pukizással tudatta a világgal, hogy most köszöni szépen, jól lakott, és nagyon boldog. Jó, oké. Okay. Így? Na! Ez mindig ezt csinálja? Igen, nagyon ritka, most egyszer-kétszer fordult elő, hogy nem, amúgy mindig. És sose felejtem el Zitát, ahogy az utolsó filmünk végén, ő mondta a műsor végi elköszönőt, és mindenkinek sok boldogságot kívánt január első napjaiban. Mi is a kedves nézőknek szeretnénk áldott ünnepeket kívánni, illetve sikerekben és eredményekben. Covidmentes. Covidmentes. Covidmentes, igen. És vigyázzunk egymásra. És igen, ezekkel az emlékekkel érkezem meg most a Dömsödi tanyára, ahol már a bejáratnál érzem, hogy minden más. Nagyobb a latyak meg a sár, meg minden komorabb, de amit mindannyian legbelül érzékelünk, hogy az udvar minden lakója elárvult. Halló. Rég nem találkoztunk. Elmeséled most? Hát, nem tudom, mindig följön. Feri kisírt szemekkel vár, és azonnal felhívja a figyelmemet, hogy ödöm már nem olyan kezes, mint régen. Zita halála óta búskomor, az idegeneket nem szívleli, csak és kizárólag Ferit fogadja el. Amióta Zita nincsen, ödön megvadult. Minden nagyon-nagyon más. Még a Foxy családon is érzem, hogy megismernek, és a boldog múltra emlékeztetem őket, amikor még egyben volt a kis család. Szevasztok, kutyikáim! Ők voltak a legfajnabbak. És ki tudja, biztos csak belemagyarázom, vagy túl gondolom, de azt érzem, hogy ödön is megismer. Amikor összetalálkozik a tekintetünk, azt érzem, hogy akarja velem tudatni, hogy ő most nagyon-nagyon szomorú. Köszöni, de nem kér belőlem, hátrafordít és elballag. Nem kér a részvétemből. És itt meséli el nekem Feri, mi történt pontosan. Zita egy minden előjel nélküli gyors tüdőembólia áldozata. Egy gyors összeomlás, egy megmagyarázhatatlan előjel nélküli dráma. A mentő kiérkezéséig Feri lélegeztette, kétségbe esetten követte a telefonban kapott utasításokat, de Zita életét nem lehetett megmenteni. Megölelhetek, Ferikém? Ez mindig előttem van, azért mindig előveszem, ha olyanom van. Azt akkor ezt megnézegetem. Van, hogy egy-két percig van, hogy öt percig. Ez kész. Feri megmutatja még, hogy próbál úgy élni, ahogy Zita elvárná tőle, vagy felülről elvárja. Sokat dolgozik, figyel az állatokra, a kis baromfik se fáznak kinn a hidegben, benn vannak a konyhában, amíg felcseperednek. Édesem! Nevét! Hamar meggyugszik az ő, nem? Igen, be, ajaj! Szeretik a babusgatást.
Igen, szereti? Be. Kisebbek voltak egy picivel, felemeltem és egy csöndben volt. Csak így benyújtam, felemeltem, azonnal csöndben maradt. Nagyon cuki. Azonnal. És azt is elmondja, amitől elszorul a szívem, hogy Ödön napjai is meg vannak számlálva. Ödön fenntartása egyszerűen meghaladja az anyagi és fizikai képességeit. Ahogy ő mondja, Ödön le lesz adva. El tudod képzelni az életedet Ödön nélkül? Nehezen. Nagyon nehezen. Kicsit olyanok voltatok, ti, mint egy család, hát nem? Hát igen, hát gyakorlatilag azok Ödön, voltunk. Borika. Gyakorlatilag teljes mértékben azok voltunk. Igen. Meg te. Hát volt itt, amikor 7 szürke volt. Voltak tinók is. És a hetet elláttuk. De hát ez a látvány. Főleg mikor nyáron kiengedem az ödrőket, tudod, jön ugrágatnak minden, mert hát persze újdonság nekik. Biztos olyan városi ember belemagyarázása ez, amit most mondok, de kicsit olyan nekem, mint hogyha az Ödön tudná, hogy hát igen. Rá. Nem? Nézd meg a tekintetet. Igen. Igen, ők éreznek dolgokat, egyértelmű. Amit a hivataloknak nem sikerült, azt most így rendezte el az élet. Nem mondjak ide, értem, Ödön nem sokáig lesz már a tanya lakója. Még megkérem Ferit, mutassa meg nekem Zita sírját, ahol közösen búcsúzunk majd el, és mondja el azt, ami a legjobban nyomja a szívét. Már nem így terveztem, de tudod, mi már sokszor elbúcsúztunk így az anyagok a filmek végén együtt. Mindig derülátók voltunk, és mindig volt valami, igen. Amiről azt gondoltuk, hogy megoldódik. Hát ez már nem tud. Itt már nincs megoldás olyan. Sokszor láttalak titeket, hogy mondjam, a legnagyobb bajban összekapaszkodni. Igen. Kiúsztátok egymást mindig a bajból. Ezért is bírtuk azért 10 évig így, csak másképp gondolta, vagy nem tudom. Emlékszel egyszer úgy búcsúztunk el, hogy megmentjük Ödönt? Igen. Valóra is az van. Az életünk árán is. Így van. Így van. Egyszer úgy búcsúztunk el, hogy jövőre is találkozunk, igen, és igen, jövőre is. Akkor igen. Még ott volt velünk Zita. Igen. Mi lesz veled jövőre? Nem tudom. Nem tudom. Majd egyszer hívlak, azt elbeszélgetünk. Ha ráérsz, azt majd akkor elmondom, hogy mi történt, hogy történt. Mert egyelőre nem tudok semmit. Élek, ahogy bírok így. Na most ez a pár hét, ez azért katasztrófa lesz nélküle. De túl kell élni. Túl kell élni, jobbat nem tudok. Hát igen, ugye nincsen tanulság, nincsen magyarázat, hogyha van, akkor meghaladja az én képességeimet. Felfoghatatlan, ami történt. Ödön az én szememben kicsit a szabadság jelképe volt, és titkon abban reménykedem, még most is abban reménykedem, hogy valami csoda folytán újra megmenekül.